Agrárfórum Balkányban. Az átláthatóbb gazdálkodás fontosságát hangsúlyozták, az agrárminiszter pedig bejelentette egy új fehértói almafeldolgozó üzem építését. 100%-os támogatás, február eleje óta ingyenesek a meddőségi kezelések és készítmények. Az internet nem csak gyerekjáték, a bűncselekmények áldozatainak világnapja alkalmából tartottak előadásokat fiataloknak. Átláthatóbb gazdálkodás és pénzügyek szükségesek a mezőgazdaságban, hangzott el egy Balkányban rendezett agrárfórumon. A Kölcsey Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket. Az aktuális pályázati lehetőségekről is tájékoztatták a gazdákat a rendezvényen, ahol az agrárminiszter egy új fehértói almafeldolgozó üzem felépítését is bejelentette. Fiatal és idősebb gazdák tömege töltötte meg csütörtök este a Balkányi Művelődési Ház dísztermét. Több százan voltak kíváncsiak azokra a mezőgazdaságot érintő aktualitásokra, amelyekről az Agrárfórum előadói tájékoztatták őket. Elsőként a Nemzeti Agrárkamara szakmai főigazgató helyettese beszélt arról, hogy körülbelül 2 éve tervezik az őstermelők családi gazdaságok szabályozásának átalakítását. Egy új gazdasági társasági forma létrehozása a mezőgazdasági tevékenységet végzők számára is a tervek között szerepel. Jelenleg ugyanis, mint mondta, a magyar mezőgazdaságban sokszor nem elég átláthatóak a jövedelmek, költségek és bevételek. A banki finanszírozást akarunk szerezni, már pedig erre szükség van, mert a beruházásokról szükség van a banki finanszírozásra, ezért ezeket átláthatóbbá kell tenni. Ez az egyik ok, a másik pedig a generációváltás. Ma ez egy nagyon súlyos probléma, hogy nagyon nehéz átadni a mezőgazdasági üzemeket, és azt gondoljuk, hogyha létrehozunk egy ilyen gazdasági társasági formát, amiben létre lehet hozni a családon belüli vagyonközösséget, amit mezőgazdasági üzemnek tekintünk, azt így ebben a formában sokkal könnyebb lesz majd a fiatal. A generációváltás kérdéséről az agrárminiszter is beszélt televíziónknak, aki szerint ösztönözni kell a fiatalokat a gazdálkodóvá váláshoz, ez ugyanis egy mindinkább idősödő szakma. A nagy kérdés az ma este is, tud-e egy gazda nyugdíjba menni? És ez egy nagyon fontos törvényalkotási feladat, késztetés számunkra, hogy bizony ezeket a lehetőségeket meg tudjuk oldani. Hiszen mégiscsak az erőfogytával, mégiscsak a fiataloknak kell jönni, és azért nehéz, mert ez nem egy szakma, hanem ez egy életforma. Hiszen itt föl kell kelni hajnalba, és még éjfélkor is fönn kell lenni, hogyha munka van. A jószágot meg kell letetni karácsony szent napján is, tehát ez egy egészen más kérdés. Hogy ütemezzük a szabadságot, amikor éppen aratni kell? A kiszámítható gazdálkodás érdekében az oszthatlan közös tulajdonú földbirtokok helyzetének rendezése is egy fontos lépés lenne, amely a Magosz elnöke szerint a rendszerváltás óta egy nagy adósság, de mint híradónak fogalmazott, ez egy körülményes eljárás. A cél, hogy már családon belül segítsék a megállapodást az ilyen földekről, valamint a gazdaság átadást is elősegítsék. Jakab István a Magyarok Kenyere programról is beszélt, amely Kárpát-medencei összefogásként idén is folytatódik. Az első lépés most a vetőmag akció, amit szeretnénk elsősorban Kárpátalja irányában megoldani, megszervezni. Ezt követően jön majd a búzaszentelő, ez most Erdélyben lesz, ezt követően lesz majd az adománygyűjtés, utána a búzaösszöntés, ez Magyarországon, az anyországon belül lesz. Tehát, és az adományozás valószínű, hogy majd délvidék, Vajdaságban lesz. A fórum a szervező NAK megyei elnöke szerint azért volt hasznos a gazdálkodók számára, mert a tavaszi mezőgazdasági munkák megkezdése előtt tájékozódhattak mások mellett a pályázati lehetőségekről, például az öntözési beruházások és szabályozás terén. Több éves öntözési tervezések után, hogy milyen lehetőségek vannak majd a 2020-as évben ezekben az öntözési beruházásokban, az őstermelői, illetve a családi gazdálkodóknak a vállalkozási átalakításával kapcsolatos tájékoztató, vagy bizonytalanság, vagy ki mit vár ettől a lehetőségektől. Az eseményen az agrárminiszter egy új fehértói almafeldolgozó és tároló üzem felépítését is bejelentette. A beruházás mintegy 7,6 milliárd forintból valósulhat meg.
Bíróság elé állt az a férfi, aki megütötte barátnője gyermekét. A nyíregyházi járásbíróság gyorsított eljárásban testi sértés büntette miatt 140 000 forint pénzbüntetésre ítélte azt a vádlottat, aki a tényállás szerint tavaly karácsony előtt egyik nap az esti órákban meglátogatta barátnőjét Újfehértún. A nő 2,5 éves kislánya fürdetés után már nagyon fáradt volt, ezért hisztizni kezdett. A vádlott rászólt a gyermekre, hogy fejezze be, de a kislány tovább hangoskodott. Ekkor a férfi tenyérrel a fülénél megütötte. A gyermek a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérülés szenvedett. A bíróság enyhítő körülményként értékelte a vádlott büntetlen előéletét, megbánó magatartását, még súlyosító körülményként vette figyelembe, hogy elszaporodtak az utóbbi időben a hasonló jellegű bűncselekmények, áll a nyíregyházi törvényszék közleményében. Február 1-e óta 100%-os a meddőségi kezelések támogatása, és ugyancsak ingyenessé váltak az érintett készítmények. A gyermekre vágyó párok jelentős, akár több 100 000 forintos összegeket takaríthatnak meg. A várakozások szerint pedig éves szinten akár több 1000-rel is nőhet az újszülöttek száma a lépéstek köszönhetően. Nem minden pár olyan szerencsés, mint ezeknek a babáknak a szülei. Sokaknak akár éveket kell várniuk a pici megszületésére, sőt, előfordulhat, hogy egyáltalán nem is lehet gyermekük. Ma már ugyanúgy népbetegségnek számít a meddőség hazánkban, mint az allergia vagy a cukorbetegség. Magyarországon mintegy 150 000 ilyen pár van regisztrálva a statisztikai hivatal adatai szerint. Sokan azonban tévesen gondolják, hogy a probléma csak a nőket sújtja, mondta el egy szakorvos 35 perc című műsorunkban. Ugyan olyan számban érintettek a férfiak, 40-40%-ban és 20%-ban közös a probléma. Az ellátogató hölgyek, akik egy év aktív gyermekvállalási szándék próbálkozás után sem tudnak teherbe esni, ellátogatnak a rendelőbe, megfelelő kivizsgálásokat követve mindig felteszik a kérdést, hogy hogyan tovább. Nyilván van egy protokoll, van egy olyan sablon, ami alapján dolgozunk. A kivizsgálásokat akár már Nyíregyházán, minden megyei kórházban el lehet végezni, és már a meddőségi központba a hölgyek, párok úgy mennek, akár egy hónap alatt a kivizsgálásokat tulajdonképpen le lehet tudni, és már egy kész kivizsgálás után mehetnek a központba meddőségi kezelésre. Ezeknek a központoknak a hivatalos neve ARC, vagyis Asszisztált Reprodukciós Centrum, 12 ilyen működik az országban minden régióban, hozzánk legközelebb a Debreceni Egyetem klinikai központjában. Ezekben február 1-e óta ingyenes a diagnosztikus eljárások teljes köre a férfiak és a nők számára egyaránt, és maximális 100%-os támogatással érhetők el a meddőség kezelésében alkalmazott készítmények is. Az intézkedéssel reményt kaptak azok, akiknek eddig esélyük sem volt arra, hogy belevágjanak a köznyelven csak lombik programként emlegetett eljárásba. Egyúttal több 100 000 forintot is megspórolhatnak az érintett párok, akiknél a meddőség problémáját számos tényező okozhatja. Hogyha a hölgyeket, férfiakat nézünk egyaránt, mert a probléma az feles, a dohányzás, a stresszes életmód, ez mind olyan közhelyes dolog, de közrejátszhat. Nyilván egy fokozottabb elhízás, egy nőgyógyászati alapbetegségek közül, korábbi felszálló fertőzés követően, egy átjárhatósági nehezítettség a petevezetőkben, akár egy ményák a hátja rossz helyen tapad a kismedencében, de ez mind-mind olyan nőgyógyászati betegség is vezethet meddőséghez. Nagyon gyakran viszont nem látunk semmit a háttérben, tehát sokszor a trendi szóval pszichés eredetű a meddőség. A szakorvos hozzátette, egészséges életmóddal sokat tehetünk a meddőség kialakulása ellen. Arról is beszélt, hogy a nemrég életbe lépett intézkedésnek köszönhetően idehaza több ezerrel nőhet a gyermekszületések száma. A jelenleg 90 000-es éves számot akár 5-10%-kal is megemelheti. A kezelések és a 3 beültetés esetén akár 70-80%-os sikerrátájú eljárások iránti érdeklődés már érezhető a szak és a magánrendelőkben egyaránt. A meddőségi központok néhány hónappal ezelőtti centralizálásának köszönhetően pedig a várólisták is csökkenhetnek. 10-ből 9 fiatalnak van valamilyen profilja az online térben, ezért a kiskorúak egyre gyakrabban válhatnak bűncselekmény áldozatává, vagy érheti őket valamilyen atrocitás a világhálón. Ezek megelőzésében fontos szerepe van a biztonságos jelszavak használatának, de a fotók megosztása is kiemelt veszélyforrásnak számít.
Harmadik alkalommal tartottak prevenciós előadás sorozatot Máté Szalkán. A szakemberek a 10.-11. évfolyamos középiskolás fiatalokat szólították meg, akiknek tényekkel alátámasztott esetekről meséltek. Mindezt a fiatalok nyelvén. A rendezvény célja az volt, hogy felhívják a hallgatók figyelmét az online tér biztonságának szabályaira és a megfelelő kontrollra. Ne legyenek nagyon közvetlenek ezekben az esetekben, hiszen nem gondolnak arra, hogy milyen adataikat szerzik meg, illetve mindig legyen bennük egy kis kételj azzal kapcsolatban, hogy a vonal másik végén vagy a világháló másik végén kivel beszélnek. A szakemberek felhívták a figyelmet a biztonságos jelszavakra, az adatvédelmi szabályok fontosságára, a képmegosztás veszélyeire és az esetleges adathalász tartalmak kiszűrésére is. A 21. században egyre több az okos eszköz, ezért fontos rendszeresen beszélni erről a témáról. 10-ből minden 9 fiatalnak van valamilyen profilja oldala, és ebből a sok fiatalból minden harmadikat a legújabb kimutatások szerint éri valamilyen bűncselekmény, atrocitás, megalázás, ami a személyiségi jogaikat sérti, valami az interneten. És rémisztő, hogy minden tizedikről tudunk a szakemberek becslése alapján. Az előadásokon elhangzott az is, Magyarországon a regisztrált bűncselekmények száma évről évre csökken. Csak hogy amíg a vagyonelmi bűncselekmények vagy az életelmi bűncselekmények száma érezhetően csökken, addig az online térben megvalósult bűncselekmények azok sajnos nem csökkennek. Nyilván van egy törvényszerűség ezzel összefüggésben, ami értelemszerűen abból adódik, hogy az okos eszközök száma egyre nagyobb. Ahogy polgármester is mondta, gyakorlatilag Magyarországon majdhogy nem mindenki internetezik, használja az internetet, és ebből kifolyólag a nagy számokból adódóan törvényszerű, hogy könnyebben lehet bánni a bűncselekmény áldozata. Az első lépés a felismerés. Nagyon fontos, hogy a fiatalok merjenek segítséget kérni szüleiktől, a tanároktól, vagy ha szükséges, a rendőrségtől. A rendezvényen azt is hangsúlyozták, a fiatalkorúaknál a szülőknek van a legnagyobb felelősségük, ők tudják megfelelően kontrollálni a gyerekeket. Ciprusról, Görögországból és Portugáliából érkeztek pedagógusok és diákok Nyíregyházára egy Erasmus Plus projekt keretében. A 20 millió forintos pályázat lehetőséget biztosít a 4 együttműködő ország számára, hogy megismerjék egymás hazáját, kultúráját és betekintést nyerjenek az oktatási rendszereikbe. Ez a játékot hívják segítségül a mindennapi iskolai tevékenységekben. Nyíregyháza bemutatkozó kisfilmjével kezdődött a Városháza Krudi termében az a partnerségi találkozó, amelyen 11 pedagógus és intézményvezető vett részt. Ők Ciprusról, Görögországból és Portugáliából érkeztek, és a Tempusz közalapítvány pályázatának köszönhetően látogattak el a Szabolcsi megyeszékhelyre. 7 napot töltenek itt a külföldi országok képviselői, 11 pedagógus kolléga és 16 gyerek látogatott el az intézményünkbe. Nagy öröm számunkra, hogy a 3 partneriskolánk intézményvezetője is hozzánk érkezett. Így nagyon hatékonyan tudunk nem csak a pedagógus kollégákkal, hanem az intézményvezetőkkel is beszélgetni arról, hogy melyik országban, hogyan és milyen módon történik a mindennapi oktató-nevelő munka, illetve konkrétan a játékot hogyan lehet bevonni a mindennapi munkánkba. A BEM intézményvezetője elmondta, a portugál oktatási rendszert már láthatták a nyíregyházi iskola tanárai és diákjai, akik 5 napot töltöttek el Lisszabonban a pályázat keretein belül. A program alatt a külföldre érkező diákok családoknál laknak, az iskola működése mellett így a helyiek hétköznapjaiba is betekintést kapnak. Nyíregyháza címzetes főjegyzője a partner találkozón arról beszélt, hogy a város kapcsolatépítése szempontjából kiemelkedően fontosak az ilyen események. Nyíregyháza, mint egy fejlődő magyar nagyváros a maga 120 ezer lakosával, nagyon nagy gondot fordít arra, hogy megmutassa magát nem csak itt, hanem határainkon túl is, és nagyon fontos az, hogy a mi diákjaink is, a mi pedagógusaink is találkozzanak külföldi hasonló korú fiatalok, illetve hasonló munkát végzőkkel, hiszen ezek a tapasztalatok aztán mind a munkában, mind az életben hasznosíthatók. A főjegyző hozzátette, az Erasmus programban Nyíregyháza általános és középiskolái kiemelkedően aktívak, amelyet a városvezetés is támogat. Ezeknek a programoknak a részeként minden hozzánk érkező csoport ellátogat a városházára, ahol a megyeszékhely történetével, működésével és irányításával is megismertetik a vendégeket.
Szombaton ismét hazai környezetben lép pályára kisvárdai futballcsapat. Bódog Tamás 9. helyen álló együttese az NB1. 22. fordulójában a 6. helyezett Diós György fogadja. A mérkőzés 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. Mint már sokan sokszor elmondták, a 12 csapatos NB1-ben minden mérkőzésnek jelentősége van, mivel egy-két győzelemmel vagy vereséggel több helyet lehet nyerni vagy veszíteni a tabellán. A Kisvárda eddigi 5 tavaszi meccsén 4 pontot szerzett, és a jelenleg kieső helyen álló Zalaegerszegtől 3 pontra a 9. helyen áll a táblázaton. A Diósgyőr tavaszi termése 10 pont, a szombati vendégek így a 6. helyen várják a mérkőzést. A két csapat eddigi két élvonalbeli meccse egyaránt 1-1-re végződött. A Kisvárda vezetőedzője Bódog Tamás legutóbb Diósgyőrben dolgozott Magyarországon. Szerettem ott lenni, jól éreztem magam. Úgy gondolom, hogy addig, amíg az utolsó hónap nem jött, addig eredményesek voltunk, úgyhogy mindenképpen egy feltörekvő klubról van szó, nagyszerű szurkolótáborral, akik azért meghatározzák az egész klubnak a létét végül is, őértük van a futball, úgyhogy kíváncsian várom és érdeklődve a mérkőzés, úgyhogy örülök, hogy jönnek. A vendégek vezetőedzője Feckó Tamás szerint a helyzetkihasználás döntheti el a 3 pont sorsát a szombati mérkőzésen. Nagyon jó hangulatban vagyunk, hiszen az elvégzett munkának látjuk az eredményét, ami pontokba és győzelmekbe is megmutatkozik. Tudjuk, hogy a Kisvárda egy nagyon agresszív és jó játékot játszó csapat, de nem lehet más célunk, mint hogy győztesen térjünk haza. Mindkét csapat olyan típusú játékot játszik, hogy tudnak helyzetet kialakítani bárki ellen. Fontos lesz, hogy melyik csapat lesz az, amelyik koncentráltabb lesz a helyzetek értékesítésénél. Biztos, hogy a szőr megnyernek, jobb százalékban használják el a lehetőségét. A Kisvárda Diósgyőr mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A 22. forduló további párosítása a következő: Budapest Honvéd Puskás Akadémia, Kaposvár Újpest, Molfehérvár FC Zalaegerszeg, Paks Debrecen és Mezőkövest Ferencváros. A hétvégén rajtol a tavaszi szezon a labdarúgó megyei első osztályban. A két héttel később induló másod- és harmadosztályú bajnokságokkal együtt összesen 117 felnőtt csapat lép majd pályára a június közepén esedékes zárásig. A hosszú téli szünetet követően szombaton és vasárnap már bajnoki pontokért lépnek pályára a megyei első osztályú csapatok. A holtidényben az MLS megyei igazgatósága egy teremtornán és egy műfüves szabadtéri tornán is kínált játéklehetőséget az együttesek számára. Az elmúlt pénteken befejeződött az átigazolási időszak, egy hónap alatt a legkisebbektől az öreg fiúkkal bezárólag mintegy 500 futballista váltott csapatot. A megyei első osztályt követően a másod és a harmadosztályú csoportokban két héttel később rajtol a tavaszi szezon. Valamennyi osztály csapatait érinti az, hogy a március 15-e idén vasárnapra esik. Az akkora esedékes fordulókat ugye értelemszerűen központilag március 14-ére tettük, már augusztusban, amikor megcsináltuk a sorsolásokat. Amit tudtunk még ezügyben lépni, az két nagyon fontos változás volt, amiről értesítettük egyébként a csapatokat is. Nevezetesen, hogy a március 14-ére előzetesen kiírt U16-os fordulót eltoltuk április 9-ére. Ez ugyan egy hétköznap, viszont a tavaszi szünet, amikor ugye az iskolások otthon vannak és így el tudnak menni mérkőzést játszani. Valamint, ami még nagyon fontos változás, hogy a megye 3. harmadosztályban a 4 csoport, kettő március 14-én délelőtt 11 órakor fog játszani, kettő pedig délután 15 órakor, így a játékvezetők az egyik helyszínen átérnek a másik helyszínre, hiszen ne felejtsük el, hogy még így is, hogy az U16-ot eltoljuk 14-éről, közel 100 mérkőzést rendezünk aznap, és hogyha nem toltuk volna el a megye 3-as kezdéseket két csoportba, akkor 60 meccs kezdődött volna egyszerre, és azért a játékvezetői szempontból ez igen nehéz megoldani, úgyhogy megpróbáljuk így ezt mindenféleképpen, hogy minden mérkőzésre legalább két játékvezető ott legyen megy a harmadosztályba, bízunk benne, hogy ez sikerülni fog ezzel a megoldással. A megyei első osztályban az NB3-as osztályozók miatt május 30-án fejeződik be a bajnokság, a másod- és harmadosztályban pedig két héttel később kezdődik majd a nyári szünet. Most pedig kiradónk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Átláthatóbb gazdálkodás és pénzügyek szükségesek a mezőgazdaságban, hangzott el a csütörtökön Balkányban rendezett agrárfórumon, amelyen az aktuális pályázati lehetőségekről is tájékoztatták a gazdákat. A rendezvényen az agrárminiszter egy új fehértói almafeldolgozó üzem felépítését is bejelentette, amely 7,6 milliárd forintból valósulhat meg a településen.
Február 1-e óta 100%-os a meddőségi kezelések támogatása, és ugyancsak ingyenessé váltak az érintett készítmények. A gyermekre vágyó párok jelentős, akár több százezres összegeket takaríthatnak meg. A várakozások szerint pedig éves szinten akár több ezerrel is nőhet az újszülöttek száma a lépésnek köszönhetően. Ingyenes lombik programot egyébként 12 helyen végeznek az országban. A biztonságos jelszavak használata és a kontrolláltabb képmegosztások is segíthetnek a bűncselekményé válás megelőzésében. Bár a vagyon elleni bűncselekmények száma csökkenő tendenciát mutat Magyarországon, az internet a személy elleni atrocitások számát jelentősen növeli. A statisztikák szerint 10-ből 9 fiatal van jelen valamilyen formában a világhálón, és közülük minden harmadikat ért már kisebb vagy nagyobb mértékű bántalmazás. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták február 21-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, szombaton pedig heti hírösszefoglalókkal, a krónikával várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is jó estét kívánok, jó hétvégét, viszontlátásra! Pénteken erősen felhős idő várható, majd késő estétől fokozatosan kiderül az ég. Addig elszórtan eső, záporeső, helyenként havas eső is előfordulhat. Az északnyugati szél megélénkül, több helyen megerősödik, egy-egy helyen viharossá fokozódik, majd estére csillapodik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 4 és 0 fok között alakul. Szombaton a fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb szűrt napsütés várható, csapadék nem lesz, a délnyugati szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 9 fok körül alakul. A folytatásban időről időre légköri frontok érintik a Kárpát-medencét, így a következő napokban is változékony, koratavasziasan enyhe időben lesz részünk. A gyakran megnövekvő felhőzetből eső, záporeső is előfordulhat, emellett pedig a szél is többször erőre kap.